Már a februári fizetésben érezhetik a kedvezményeket azok, akik januárban eljutatják a munkáltatóikhoz adóelőleg nyilatkozataikat. Az arra jogosultaknak például havi 6900 forint személyi kedvezmény jár, de a friss házasok is igényelhetnek támogatást. A házasságkötést követő hónaptól tudják a házaspárok érvényesíteni. Ez adóban 5000 forintot jelent, tehát ennyi plusz jelent havonta a házaspárnak. Eldönthetik, hogy melyikük veszi figyelembe vagy igénybe, illetve akár meg is oszthatják ezt, és 24 hónapon át jár, és pozitívum, hogyha közben esetleg gyermekük születik, akkor is igénybe vehetik ezt az első házasok kedvezményét is. A családi kedvezményt igénybe véve az egygyermekes családoknak havi 10000 forinttal több kerül a kasszába, a támogatás összege pedig a gyermekek számától függően tovább emelkedik. A kétgyermekes családok most jobban járnak, mert az előző évhez képest gyermekenként 2500 forinttal többet kapnak, tehát tavaly még gyermekenként 15000 forint volt ez az összeg, most gyermekenként 17500 forint, tehát havi 35000 forint plusz jelent, és három gyerek esetében pedig ugye az adóalap kedvezmény 220000 forint, ami adóba gyermekenként 33000 forintot jelent. Például, ahol három gyermek van, akkor ez havi plusz 99000 forintot jelent. A jogosultak a NAV honlapján találnak mintát a nyilatkozatokhoz, fontos azonban, hogy ezeket a munkáltatónak kell leadniuk. Amennyiben az érintett ügyfelek nem nyilatkoznak az adóelőleg kedvezmények kapcsolatban, így nem igénylik havi szinten a támogatást, akkor az adóbevallás leadása után visszamenőleg kapják meg majd a kedvezmények teljes összegét.